Elindult a kampány, 10-15%-kal is drágulhatnak a kötelező biztosítások. Keresztmetszett közel 100 kortárs magyar képzőművész alkotásai a Várkert Bazár új kiállításán. Ma van a D-vitamin világnapja, a szakemberek szerint 10-ből 8 magyar D-vitamin hiányos. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Várhatóan 10-15%-kal emelkednek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak. Az évvégi kampányidőszakra 11 biztosító hirdetett új tarifát. A kampány mintegy 1 millió embert érint. A tapasztalatok szerint az autósok 1-2000 forintos különbség esetén nem váltanak biztosítót. Hosszas éveken keresztül tartó csökkenés után elindult egy ilyen nagyon lassú díjnövekedés. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak még mindig jóval az európai árszint alatt vannak. Ennek ellenére az utóbbi években lassú drágulás figyelhető meg, mondja a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Az évvégi KGFB kampány november 2-án indult el. Összesen 11 biztosító hirdetett új tarifát. A szakemberek becslése szerint a díjak 10-15%-kal emelkednek majd. Ami a díjszintet illeti, nekünk erről igazából csak utólag vannak adataink. Most a legújabb vagy legfrissebb adatok szerint egy átlagos, kötelezős éves díj az 23.600 forint. Tehát azt jelenti, hogy alig több, mint 1.900 forintos havi díjon tudunk egy átlagos kötelező biztosítást kötni, és mondom, ebben benne van még a tehergépjármű is. Tehát még mindig nagyon alacsony a kötelező átlagdíj. Az alkuszok tapasztalatai szerint az autósok korábban 4-5 ezer forintos díjkülönbség esetén váltottak biztosítót, és 1-2 ezer forintért még most sem szívesen mennek át másik céghez. Nem szándékomban most se változtatni, mert olyan kis differenciáról van szó, hogyha én az év végén készpénzbe befizettem nekik az összeget előre, még kedvezményt is kapok. A szabályok változása miatt évről évre csökken azoknak az aránya, akik év végén váltanak biztosítót. A mostani kampány az autósok kevesebb, mint harmadát érinti, ami nagyjából 1 millió gépkocsit jelent. Az a 37%-nyi autós, akire ez vonatkozik, tehát akinek január 1-je az a szerződéses évfordulója, és úgy dönt, hogy biztosítót akar váltani, neki 30 napja van arra, hogy ezt megtegye, tehát november végéig fel kell mondani a biztosítását, és újabb egy hónapja van arra, hogy megkösse a jövő év elejétől, január 1-től érvényes új kötelezőjét. Egyes becslések szerint az évvégi kampányban nagyjából 100 000 váltanak biztosítót. A kormány megvárja az új hitelminősítői döntést, utána határozza a letelepedési kötvény további sorsáról, de a konstrukció feltételeihez hozzá kell nyúlni. Ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, még nincs döntés arról, hogy a letelepedési kötvény marad-e az állampapírok között. Az elmúlt három évben ugyan majdnem 4000 tartózkodási és letelepedési kötvényt vásároltak külföldi állampolgárok, a magyar gazdaságirányításnak mégsem az a legégetőbb kérdése, hogy letelepedési kötvényre szükség van-e vagy sem. Ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy a magyar vállalkozók sikereit elismerő rendezvényen. Hozzátéve, hogy Magyarország már jelentősen elmozdult arról a pontról, amikor együtt emlegették Görögországgal, és már rég túlhaladott kérdés a gazdaságpolitikának az adósságkezeléssel foglalkozó döntéseit boncolgatni. Nyilván abban a környezetben, amikor ez elindult 2013-ban, akkor egy még másfajta finanszírozási lehetőségeink voltak. De az eltelt három esztendőben, és itt nem 6 évről, csak 3 esztendőről beszélek, ugye elértük azt, hogy ma már a hitelminősítők is más kockázati besorolást adnak Magyarországnak. Elértük azt, hogy Magyarországra finanszírozási szempontból másképp tekintenek, sokkal erősebbé vált a belső megtakarítások felhasználása. Ugye látjuk azt, hogy a lakossági megtakarítások mennyit finanszíroznak, látjuk azt, hogy az intézményi vásárlások állampapírban milyen mértéket érnek el. A helyzet, vagyis a magyar gazdaság erőnléti állapota ugyan megváltozott, de a miniszter szerint ehhez mindenképpen hozzájárult a kötvénykibocsátás és a prémium államkötvény sikere is. Azt mondhatjuk, hogy ez egy sikeres termék volt, ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ugye 3915 olyan letelepedési vagy tartózkodási engedélyt vásároltak 12.299 államkötvény eladásával,
amelyet korábban nem is tudtunk megjósolni, tehát jóval, ha itt valaki elvégzi a fejben a beesés, akkor azt mondhatjuk, hogy 1 milliárd euró fölött van most már az így elért bevétel. Tehát ez egy eredményes eszköz volt, csak közben a kondíciók, a feltételek megváltoztak a magyar gazdaságban. Hozzáteltem azt is, hogy a PEMÁK, tehát a prémium euró államkötvény mellett ez az egyik legsikeresebb termékünk, és nincs szükségünk arra, hogy időnként, időről időre kimenjünk a külső piacokra, és devizakötvény kibocsátással finanszírozzuk magunkat, mert ezt belülről tudjuk megtenni, részben a PEMÁK, részben pedig a letelepedési kötvények értékesítésével. A miniszter szerint a letelepedési kötvények betöltötték a szerepüket, segítségükkel devizakötvények kibocsátása helyett belső forrásból is meg tudták oldani az államháztartás finanszírozását, ám egy novemberben várható nemzetközi hitelminősítő döntést követően új javaslattal áll elő a minisztérium. A gazdasági tárca javaslatot fog tenni a kormánynak arra vonatkozóan, hogy mi történjen a letelepedési kötvénnyel. Azt azért meg tudom jósolni, hogy akár marad, akár nem marad ez az eszköz. Azért nyilván érdemes hozzányúlni a kondícióihoz. Hát ha nem marad, akkor persze nem kell. De hogyha marad, akkor arra teszünk majd javaslatot, hogy a megváltozott kamatkörnyezet és hozamkörnyezet miatt hát jelentősen változzon az a minimum kamat garancia, amely most ebben a kötvényben van. A miniszter szerint egy a fiskális politikában kipróbált eszközt ideiglenes kivezetés esetén sem kell teljesen elfelejteni, ha szükség lesz rá, a gazdaságirányítás ismét előveheti ezt a lehetőséget. Többrendbeli bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett lopás büntette miatt emeltek vádat két budapesti nő ellen. Összesen több mint 6 millió forint értékben károsítottak meg időseket, úgyhogy megtévesztéssel bejutottak az otthonukba. Kiderítették, hogy hol tartják az értékeiket, és amíg az egyik elterelte az illető figyelmét, addig a másik ékszereket és készpénzt lopott el. Egyszerűbben lehet bankszámlát váltani novembertől egy új kormányrendelet szerint, ez kötelezően előírja a pénzintézeteknek, hogy hogyan kell eljárniuk számlaváltás esetén. Az ügyfél az új számlavezető banknak adott egyszerű meghatalmazással tudja elindítani a számlaváltást, a pénzintézetnek pedig 12 napon belül el is kell intéznie az adminisztrációt. Még 2 hónapig lehet fizetni a régi 20 000-esekkel, január 1-től, kizárólag a 2015. decemberétől kibocsátott, megújított 20 000 forintos bankjegyek maradnak. A régi bankjegyeket a hitelintézetek és a posta 2019. december 31-éig, a jegybank pedig a bevonástól számított 20 évig váltja be. Közel 1,4 millió forintot gyűjtöttek össze a Városmajori Gimnázium diákjai azon a jótékonysági koncerten, amin a tanulók mellett Barnus Xavér orgonaművész is fellépett, a pénzt a Tűzoltó utcai gyermekklinika számára ajánlották fel a szervezők. Budapesti és dunántúli művészek mellett osztrák alkotók műveit is megnézhetik azok, akik jövő hét végéig ellátogatnak a Várkert bazárba. Az Ars Pannonica tárlat a kortárs magyar képzőművészet egyik legnagyobb keresztmetszetét adja. A képzőművészek és alkotásaik ismertségét, a képzőművészet elismertségét és az alkotók közötti emberi, illetve szakmai kapcsolatok elmélyítését szolgálja az Ars Pannonica. Ez volt a hajdani ötletgazdák elképzelése az évente ismétlődő tárlattal. A tervek jelentős részét meg is valósította a kiállítás, amelyet a közelmúltban nyitottak meg a Várkert bazárban. Ez egy nemzetközi kortárs művészeti tárlat, aminek mi nagyon boldogan, mi mint Várkert bazár nagyon boldogan adunk otthont. Ez az Ars Pannonica kiállítás, ez már a 6., Szombathelyről indult ez a kezdeményezés, és az volt a célja az alapítóknak, hogy a különböző szomszédos régiók kortárs művészei között elinduljon egy párbeszéd, és legyen egy olyan fórum, ahol közösen bemutatkozhatnak. A nemzetközi tárlat a fiatalabb művészi pályájukat kezdők számára különösen sok előnyt és inspirációt, valamint külhoni művészi kapcsolatokat is hozhat. Ez a kiállítás most többek között a karintiai tartományi támogatással jött létre, és különböző, azt hiszem több mint 7 régióból vannak itt művészek, több mint 90 művész és csaknem 150 alkotás látható a falakon. A posztgeometrikus alkotásoktól a modern, szimbolikus festészeten át egészen a filozófikus tartalmú, vagy éppen a művészeti szabadságot a minimál art keretein belül kifejező művek különleges hangulatot és egyedülálló művészeti élményt kínálnak. Bécstől Budapestig
nyúlik ez az év, különböző régiókat lefedve, és azt gondolom, hogy nem csak földrajzilag, hanem egyébként is elég nagy a merítés. Mögöttem például Aknai János Kossuth-díjas festő és szobrászművész alkotásai láthatók, de ugyanúgy a szomszédos teremben meg lehet tekintetni Sós Lónra fiatal festőművésznő képeit is. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szeretne egy átfogó, összefoglaló képet ennek a közép-európai régiónak, egy szeletének a kortárs képzőművészetéről. A Várkert bazárban látható Ars Pannonica tárlat november 11-ig fogadja a látogatókat. Egyre többen szenvednek lázzal, orrfolyással járó influenza-szerű megbetegedésben. A szakemberek szerint fontos az őszi vitaminpótlás. Télen különösen a D-vitamin hiánya jelenthet problémát. 10 magyarból 8-9-en D-vitamin hiányosak. Ma van a D-vitamin világnapja. A tél beköszöntével egyre több ember betegszik meg és szenved például a megfázás vagy influenza tüneteitől. A D-vitamin hiánya is számos betegség okozója lehet. Hazánk lakosságának mintegy 80%-a igen kevés D-vitamint juttat a szervezetébe a természetes táplálkozás által, pedig a D-vitamin amellett, hogy kalcium beépítése által erősíti a csontrendszert, fontos szerepe van a szervezet immunrendszerének erősítésében is, mondja dr. Bogdányi Katalin gyermekorvos. A D-vitamin az elmúlt években már nagyon előtérbe került, komoly figyelmet kapott, és számtalan vizsgálattal sikerült igazolni, hogy a megfelelő D-vitamin ellátottság az immunrendszer működését normalizálja. Hogy mennyi az a D-vitamin, amire szükség van, ezt is most már nagyjából lehet tudni, bár az igazság az, hogy minél többet kutatják, annál inkább emelkedik ennek a szintje. Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb mennyiségben szükséges pótolnunk. Ez fontos tudni, hogy a magyar klímán D-vitamint nem tudunk elegendőt bevinni a téli hónapokban. Táplálékkal valamennyit be lehet vinni, de nem eleget. Az igazán hatékony módja az a napsütés, fedetlen végtagokkal, de egyrészt kevés a napsütéses órák száma, másrészt a hideg miatt föl vagyunk öltözve. Tehát lényeg az, hogy ezt pótolnunk kell külső forrásból. Táplálkozástudományi szakemberek szerint az ételeinkben található ízfokozók és tartósítószerek egy része különösen csökkenti a szervezetünk D-vitamin szintjét. Emiatt különösen fontos, hogy a napsütésben szegény téli időszakban is megfelelő mennyiségű D-vitamint juttassunk a szervezetbe. Amellett, hogy a téli betegségek, járványok jelentkezése előtt érdemes a szervezet immunrendszerét megerősíteni, különböző vitaminokban gazdag készítményekkel, a napi higiéniára is fontos odafigyelni. Nagyon-nagyon sok abszolút tudományos vizsgálat eredménye, hogy kevés olyan hatékony dolog van, mint az, hogy az ember kezet mos, főként orrfújás után, játszótér után, és minden olyan esetben, ahol valamilyen fertőző forrás megmaradhat a kezünkön. Tudni kell, hogy ez egy élő felület, amit nagyon szeretnek a kórokozók, és sokáig képesek életben maradni, tehát nagyon fontos, hogy rendszeresen mossunk kezet. A gyermekorvos szerint elengedhetetlen, hogy a gyerekek elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak, főleg a téli hónapokban, hogy ezáltal is pótolják szervezetükből a különböző vitaminokat és ásványi anyagokat. A réteges öltözködéssel és a rendszeres otthoni szellőztetéssel is tehetünk azért, hogy megelőzzük a vírusos megbetegedéseket. Adásunkat honlapunkon, a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!